Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és boldog vagyok, hogy ismét velünk tartotok, és a zenevarázslat segítségével egyre jobban megismerjük és megkedveljük a klasszikus zenét. Tegnap Bartók hangjain keresztül egy csodálatos erdélyi estébe csöppentünk, de most utazunk tovább. Következő úti cél Kárpátalja, Lengyelország és a világ legszebb városa. Is. Kárpátalja különösen kedves az én szívemnek, nagyon sokat járok oda koncertezni, és az én programomnak az az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy megtaláljuk a tehetségeket, és aztán segítsük az útjukat, hogy a zenei pályán elindulhassanak. Így találkoztam én sok-sok évvel ezelőtt egy kisfiúval a zenevarázslat táborban Tiszapéterfalván. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot, amikor bejött egy nyári délután, leült a zongorához, elkezdett Mozartot játszani, és én nem tudtam megszólalni. Biztosan ismeritek azt az anekdotát, amely Beethoven és Liszt találkozását meséli el. Hát nekem ez a gyönyörű történet jutott eszembe a játéka után, és azt mondtam neki, hogy tudod, Máté, Lisztet Beethoven csókja avatta zenészé. De ha elég az én ölelésem, akkor gyere most ide hozzám. Hát a mi kapcsolatunk azóta is tart, nagyon-nagyon sokat figyelem, hogy hogyan is halad a zenei pályán, sőt, most már a Filharmónia gyermekkoncerteken néha-néha együtt is játszunk. Már kezdetektől fogva aktív részese vagyok a zenevarázslat programnak. Valamennyi versenyen, kurzuson, táborokban részt vettem, és ez a program kibővült idén a Beregszázi Tehetségkutató Tehetséggondozó programmal, amelyben is nagyon sokat tudtam fejlődni, és nagyon sok barátra tehettem szert. Én nagyon szeretem ebben a programban azt, hogy barátias a légkör, és nagyon szeretem Andrei kedvességét, közvetlenségét, nagyon hálás vagyok tanácsaiért is. De már is utazunk tovább. Frédéric Chopin Lengyelország szülötte, és nemzeti büszkesége. De azért az élete nagy részét ő Párizsban töltötte, és az az igazság, hogy az a világ tényleg minden művésznek rendkívül vonzó volt, és vonzó lehetett. Bizony-bizony akkoriban az volt a legfontosabb, és úgy lehetett kitűnni, hogyha valamilyen maradandót alkottak, és egymást inspirálták a csodálatos művek megalkotására. Állítólag mindig nagyon elegánsan járt, sőt, fehér kesztyűt hordott, és semmivel sem volt összetéveszthető az a fajta zongorázás, amivel ő elvarázsolta a közönségét. Szabályosan a zongora fölé görnyedt, és Chopin tudott igazándiból énekelni a zongorán. Én mindig azt mondom, hogy ő volt az, aki olyan fajta zenét írt, amiben ugye a szívbe bele lehet nyúlni, és talán még csavarintani is rajta egyet. Nagyon beszédes ez a történet, hogy állítólag egy alkalommal Liszt Ferenc Chopin nocturnét játszotta, és nem állta meg, hogy ne tegye tele mindenféle saját díszítéssel, még nem, Chopinnek ez nagyon-nagyon rosszul esett, és azt mondta, hogy miért nem úgy játssza a darabot, ahogy ez le van írva? Hát, picit azért Lisztnek ez rosszul esett, és azt mondta sértődötten, hogy akkor játssza elő maga, és mutassa meg, hogy hogy lenne a helyes. És akkor Chopin leült a zongorához, és pont akkor egy lepke belerepült a lámpába. Nagyon-nagyon sötét lett, csak a holdfény világított, és Chopin azt kérte, hogy ez így jó, ez a hangulat nekem megfelel. És állítólag egy órán keresztül úgy játszott, hogy az emberek szeméből potyogott a könny, még nem Liszt Ferenc fölállt, és azt mondta, hogy te egy igazi költő vagy, egy zenei költő. Hát én azt hiszem, hogy ezt egyértelműen fogjuk hallani ebben a gyönyörű nocturnben, amit Máté eljátszik nekünk. És most átadom a szót és a zongorát Máténak, és először megkérdezem arról, hogy hogyan is ismerkedett meg ezzel a gyönyörű művel, és mit jelent neki a chopini zene. Mikor megkaptam ezt a művet, nagyon örültem,
hiszen már azelőtt is nagyon sokat hallottam, és nagyon megtetszett. Chopin zenéje az egyik kedvencem, hiszen nagyon szép dalamai vannak, és ugyanakkor számomra egy közelálló, de ugyanakkor különleges zene. A Nocturne, ugye, mint tudjuk, éjjeli zenét jelent, és úgy gondolom, hogy a zeneszerző üzenete is ebben rejlik, hogy ezt a művet nyugalommal és békességgel tudjam interpretálni. És akkor most következzen az éjszakai zene, a Nocturne. Sok szeretettel hallgassuk meg Paládi Mátét, Kárpátaljáról, Tisza Péter falváról. Szép volt, köszönjük szépen. Olyan jó volt így együtt hallgatni, és együtt álmodozni Frédéric Chopinnal. Holnap ismét egy varázslatos dallammal jövünk, egy nagyon ismert és nagyon szép művel. Tehát Erzsébet Digi TV, zenevarázslat. Holnap találkozunk. Sziasztok!